Walesről azért többet tudok mesélni, és többet is szeretnék mesélni, mert igen meghatározó része lett az életemnek. 4 évet töltöttem el ott. Volt benne jó, kevésbé jó nehézségek, örömök, de összességében nagyon nagy hatással volt rám. Ott találtam meg ugyanis magamat. Tehát ott találtam meg, hogy mit is szeretnék az életben kezdeni, hogyan szeretnék érvényesülni, és ott ismertem fel lényegében, hogy a művészet és a művészetekben való előrejutás és fejlődés, az önkifejezés az, ami az életemet meg fogja ezek után határozni. Ehhez volt pár segítség is, pár segítőm, találkoztam pár olyan emberrel, akik igen komoly hatással voltak rám, és megmutatták, hogy igenis hihetek magamban, és igenis a nulláról is lehet kezdeni. A legfontosabb az, hogy az ember eredeti legyen. A legfontosabb az, hogy megtalálja, hogy mire hivatott, hogy megtalálja azt, amit ki tud fejezni, és ezt kiművelje magából. Tehát az, hogy már egy jó ideje táncoltam hobbiból, és festettem, rajzoltam, írkáltam, csupán a saját magam szórakoztatására, ez jó volt egy hobbiként, de amikor úgy éreztem, hogy ebből többet is ki tudok hozni, akkor meg kellett változtatnom az életemet és a dolgokhoz való hozzáállásomat, a viszonyulásomat, egyszerű dolgokhoz, az élethez, a munkához, az emberekhez, a környezethez, a körülményekhez. És ebben igen nagy szükségem volt azokra az emberekre, a környezetre, akik komoly hatással bírtak rám ebben az időszakban. Amikor megkértek, hogy ugorjak be a színházba, és egy show keretén belül legyek az egyik táncos, csupán 2 alkalommal, 2 este, ez volt az első olyan alkalom, amikor 300 ember elé kiálltam. De nyilván nem csak egyedül, de azért ez egy komoly teljesítmény. Tehát egy egész estés showban az ember bemutassa magát, bemutassa, hogy mit tud. Hogy egyáltalán rám gondoltak, és úgy érezték, hogy alkalmas vagyok erre. Ez azért ad egy igen komoly pluszt az életemben, és a művészethez való hozzáállásban. Ez pedig azt mondta maga után, hogy egy fél év utáni showban egy saját számot adhattam elő. Saját koreográfiát kellett csinálnom 2 másik táncossal, és egy 2 estés showban egy néhány perces számot eltáncoltunk, előadtunk ismét, körülbelül olyan 200 ember előtt. A következő lépés az életemben egy fotózás alkalmával történt meg. Sokszor ajánlották fel, és sokszor motiváltak arra, hogy vegyek részt egy fotózáson, a fizikumom miatt, a karakterem miatt, és egy ideig a gondolat úgy bennem volt, de nem materializálódott. És egyszer, talán pont 30 éves lehettem, és úgy döntöttem, hogy születésnapi ajándékként megajándékozom magam egy fotózással. Ennek több oka volt, az egyik az, hogy szerettem volna megörökíteni magamat ebben az állapotban, és a másik pedig,
hogy kipróbáljam magam, hogy modellként mire vagyok képes, mire vagyok alkalmas, mekkora potencia van bennem. Ez pedig azt mondta maga után, hogy hát a modellképek igen jól sikerültek, és láttak benne potenciát, és megszületett a gondolat, hogy akkor ebbe az irányba érdemes elmozdulni, és talán van valami számomra, talán tartogat az élet és a modell szakma valamit számomra, amit érdemes megtalálnom. Úgyhogy egyik dolog vezetett a másik után. A következő alkalommal bejöttem Londonba, és egy másik fotózáson vettem részt, ami ismét bebizonyította, és megerősítette számomra azt, hogy igenis van mit keresnem. Igenis érdemes beinvestálnom az időmet, az energiámat, akár a pénzemet, hogy haladhassak ebben a szakmában. És ez egy új élet számomra. Tehát Walesben feladtam mindent. Felégettem a hidakat magam mögött, feladtam a munkámat, a lakást, a biztonságot, az ismertséget, a barátokat, a környezetet, végül is mindent, és feláldoztam amiatt, hogy saját magamat meg tudjam valósítani. Tehát fogtam magam, és a nyár végén beköltöztem Londonba. Egyetlen egy embert ismertem, akire számíthattam, és ma is számíthatok, és köszönöm szépen neki, hogy ott áll mellettem, és ha van bármi gondom, akkor tudok hová fordulni. Egyébként egy teljesen új környezetbe kerültem, igaz, ismertem Londont, igaz, éltem már itt, de az már jó pár évvel ezelőtt volt, tehát ez egy új világ számomra. És úgy döntöttem, hogy semmiből fogom kezdeni, úgy döntöttem, hogy mindent beleadok, és úgy döntöttem, hogy meg fogom csinálni. Nincs visszaút, nincsen semmifajta háttérgondolat, ami afelé tendál, hogy nem fog sikerülni. Fog sikerülni, ezt én akkor is tudtam, és most is tudom nagyon jól. Tehát Londonba költöztem, és belevágtam. Egyből a mély vízbe, és megpróbáltam ugye munkát találni modellkedésben, megpróbáltam az ügynökségeket találni, modellügynökséget, statiszta munkákat, bármit, csak hogy itt legyek ebben a környezetben, és meg tudjam valósítani az álmomat, meg tudjam valósítani a terveimet. Ez annyira nem ment könnyen, mert egy teljesen új világ volt. Tehát nem volt benne se tapasztalatom, se gyakorlatom. Egyszerűen annyi volt, hogy ismerem a kemény munkát, tudom magam tartani elvekhez, tudom magam tartani ahhoz, amit eddig megtanultam, és fogom is tartani magam hozzá, és nem adom fel. Tehát ezek a legfontosabb kritériumok.